Van, aki biciklivel egy könnyű tavaszi kabátban, más egy szál pulóverben indult bevásárolni Bátaszéken február utolsó napján. A téli időszakban a kevesebb napfény miatt a szervezetben D-vitamin hiányos állapot is felléphet, ami sok esetben lehangoltsággal, fáradtsággal jár együtt. A bátaszékiek is azt mondják, alig várták már a tavaszt, ilyenkor a hangulatuk és az energiaszintjük is megváltozik, jobb a közérzetük. Mi is kezdünk bimbózni, mi is éledezünk, mert ugye a sok vitamin hiány, stb. Most igyekszünk a déli oldalra, hogy süssön a napocska, úgyhogy minden rendben, hál' Istennek. Mindenképpen nagyon szeretem a tavaszt. Ez a nő is tavaszi kabátot húzott a bevásárláshoz, és rögtön két virágot vett, hogy hangulatosabbá varázsolja velük otthonát. Örülök neki. Miért? Hát mert nem kell annyit tüzelni se, meg kint lehetünk a levegőn. Tisztítják a vízzel vezető csatornát Bátaszék főutcáján, de nem csak itt, a földeken is nekikeztek a szabadtéri munkáknak a gazdák. Metszik a fákat, rendezik a telkeket. Az időjárás is kedvez a munkálatoknak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint február utolsó napján 14 és 20 fok között alakul a nappali hőmérséklet. Késő estére is csak 5 és 12 fok közé hűl le a levegő, az elkövetkező napokban pedig változékony időjárás várható, 14 fokos napi maximum hőmérséklettel és záporokkal. Tavasszal nem csak a természet és vele az ember éled újjá, hanem az Afrikába elvándorolt gólyák is hazatérnek. Zoltán a jeladóval felszerelt gemenci fekete gólya is megkezdte tavaszi vonulását, várhatóan március közepén érkezik haza, remélhetőleg hazafelé tart Tóbiás is, aki rendszeresen elsőként érkezik vissza bekamerázott fészkébe.